És most választási műsor következik a Paks FM-en. Ismerd meg a választókerületed jelöltjeit kicsit közelebbről, kicsit személyesebben, kicsit másképp. Hiszen a Paks FM összeköt a közélet szereplőivel is. Villámkérdések, villámválaszok. A stúdióban Somodi Solymos Eszter és Paks 1-es számú választókerületének képviselőjelöltjei. Köszöntöm hallgatóinkat! Az 1-es számú körzet képviselőjelöltjeinek teszem fel kérdéseimet, akik azonos időkeretet kaptak válaszaikra. Szabadon dönthettek arról, hogy kihasználják-e teljes időkeretüket. A körzetben indulók válaszai nevük betűsorrendjébe kerülnek adásba. Így tehát az első interjú alanyom a független jelöltként induló dr. Eigemann Műhelyi János, aki jelenleg nyugdíjas ügyvédi jogász. Melyik a kedvenc paksi helyed? Tőzsgyökeres paksi lakos vagyok. A Paksi Duna a kedvencem, ott tanultam meg úszni, evezni, horgászni. A Dunapart, melytől pár háznyira Hattyú utcában nőttem fel. A Korzó, kamaszkorunk legszebb nyaraival, ahol a csókok íze, hol méz, hol áfonya ízű volt. Mi volt életed legnagyobb sikere, vagy a legemlékezetesebb pillanata? Hát a Pécsi Tudományegyetemen a jogi diplomám átétele. Munka és család mellett tanultam, és ez nem volt egyszerű dolog. Mi jut eszedbe a küzdelem szóról? Akarat, erő, kitartás, önismeret. A küzdősportok ott és akkor uralnod kell az erőd és az ellenfelet, és egyedül kell küzdened a győzelemért. Ez az életben is gyakran így működik. Csak magadra számíthatsz. Ha sport, akkor? Hát a cselgáncs, mint egyéni sportot, nincs csapat, nincsenek társak, műesések, lestaktika, nem hagy sok ezer szurkoló, nincs is nagy pénz, csak egy cél lebeg előtted, ha nyerni akarsz, le kell győznöd az ellenfelet, olykor önmagadat is. Ifjúkoromban én is üztem ezt a sportot, gyakran küzdöttem Kovács Ferivel, Kovács Anti bátyával a tatamin. Hogyan folytatnád, röviden kérdéseim következnek, atomerőmű mert? Nyilvánvalóan a jövőnk energiája. A Paks 2-re az országnak szüksége van. A jövőbeni biztonságos energiaellátást csak egy új alaperőművel lehet megoldani. Szükséges a két új atomerőművi blokk megépítése. Van némi rálátásom, mert villamos energiaipari technikum után és a katonaság után a hőskorban a Paks 1 beruházáson az erőtervnél és a vegyépszernél dolgoztam. Természetesen szükség van a megújuló energiák minél nagyobb igénybevételére. A következő pedig városfejlesztés mert? Gyarapodni fogunk több ezer új lakossal. Erre fel kell készülni. Ezt csak új szemléletű városvezetéssel lehet megoldani. Kulcsszavak és gondolatok. Közlekedés, közbiztonság, észszerűség, takarékosság, korrupciómentesség. A városfejlesztése csak a jelenlegi paksi lakosokkal egyetértésben lehetséges. Pakson élni mert? Pakson élni jó. Nyugalom van és jó a közbiztonság. A jövőben független képviselőként ezért fogok dolgozni, hogy ez megmaradjon a lakosság jövőben és teljes megelégedettségére. Választási programom ezzel összecseng. Mottója: élhető városért és a paksi lakosokért. Én erre szerződöm a választóimmal. Folytasd kérlek! Fontos a körzetem, mert... Meg kell szüntetni azt, hogy az itt élők csak másodrendű állampolgárok a városban. Az elmúlt időszakban csak ígéreteket kaptunk. Ha engem választanak meg képviselőiknek, akkor tettekkel fogok bizonyítani. Sajnos, mostanában még a beadványainkra sem kapunk választ a polgármesteri hivatalból. A beígért hidegvölgyi lakossági fórumot nem tartották meg. Tehát szavazzanak rám, ha én győzök, önök nyernek. Melyik dal dob fel a legjobban? Melyik a kedvenc? 15 évig szórakoztattam városunk ifjúságát, DJ címbiként ismertek és ismernek a városban, a megyében. Sok kedvencem van, a lényeg, hogy a zene jó legyen, akár könnyű, akár komoly zene. Szavazzanak rám, együtt mindent elérhetünk, hiszen ismerős arcok vagyunk. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Ha
más fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy végül valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélkülem, már a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél. Következő válaszadom a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben induló Ijésné Torma Dorottya. Melyik a kedvenc paksi helyed, helyszíned? Hát nagyon sok kedvencem van, évszaktól is függ egy kicsit. Az abszolút az a, ahol felnőttem. A szülői ház és körülötte a Kontelepnek nevezett városrész. Mi még ilyen szabad gyerekek voltunk, akik kint játszhattunk az utcán egy csomót, és ez nagyon szuper dolog volt, és nagyon sajnálom, hogy az enyémeknek már ez csak így részben adatik meg. Mi volt életed legnagyobb sikere, vagy legemlékezetesebb pillanata? Hát 3 fiam van, tehát egyből 3 legemlékezetesebb pillanatot is mondhatok, azt hiszem. Amikor megszülettek, az nyilván hatalmas dolog volt. Ez után nagyon sokkal lejjebb valahol következik néhány szakmai siker. Az egyik például legutóbb, amikor egy orvosi szakkönyvbe bekerült egy írásom a tavalyi év során. Ez az, amire nagyon büszke vagyok. Mi jut eszedbe a küzdelem szóról? Egy másik szó, ami nekem nagyon összekapcsolódik ezzel, ez pedig a kitartás, mert úgy érzem, hogy a küzdelemnek akkor van értelme, hogyha az ember kitart, és rugalmasan tudja alakítani a céljait, de hogy mindig előtte van az, hogy mi az, ami felé haladni szeretne. Ha sport, akkor? Nekem kizárólag az úszás. Ez az, amit szerettem a gyerekkoromban is. Szeretem a mai napig, nagyon ritkán jön össze 3 gyerek mellett. Maximum úgy, hogy velük, amikor én kevésbé úszom, mint amennyire bébicsózkodok a medence partján. Hogyan fejeznéd be? Atomerőmű, mert? Atomerőmű, mert mindenképpen szüksége van ennek az országnak klímabarát áramtermelésre, és ezért képviselőként is, illetve hát nyilván az egész csapat, akit képviselek, messze menően támogatja a Paks 2-nek az építését is, a Paks 1-nek az üzemeltetését is. Na, hihetetlenül fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeinknek, a jövő generációnak mutassunk egy olyan utat, amivel nem szennyezzük a klímát, és nem tesszük tönkre nekik a földet még jobban. A következő befejezésre várom mondatom, városfejlesztés, mert... A városfejlesztés, szeretném, a fejlődne végre ez a szerencsétlen város. Az egyik ok, amiért én képviselőnek indulok, az az, hogy valami elkeserítő, hogy néz ki Paks. Az látszik, hogy akik itt laknak, azok fordítanak a környezetükre, és hogy igényesek, és igyekeznek minél szebb lakókörnyezetet készíteni maguknak. Az viszont nem látszik, hogy ugyanezt az önkormányzat megtenni. Tehát valami hihetetlen, hogy mennyire elhanyagoltak a közterek. A körzetemből sorolhatnám a példákat, de miért soroljam a Kömlődi utcát, amit 1000 éve ígérgetnek a lakóknak, és nem újítanak fel. A Szentháromság teret, ami szétrázza mindenkinek az autóját. Az Üstökös utcát, ami egy katasztrófa, de tényleg akármelyik utcát szinte felsorolhatnám. És nagyon fáj nekem, hogy nem látom azt, hogy annyi pénzből, amennyiből Paks gazdálkodik, azért 25 milliárd forint az éves költségvetése. Ebből csillognia-villognia kellene ennek a városnak. Ehelyett, hát egy ilyen közepesen
teljesen poros kisváros vagyunk, amelyikre azért ráférne már egy alaposabb felújítás. És egy kicsit félek attól, hogy az elmúlt ciklusban a képviselők, a városvezetés az inkább a saját zsebére gondolt, mint a városban lakókra, és talán még kevésbé gondolt arra, hogy ide várunk elvileg 10 000 embert, és nem igazán tudom ezt elképzelni, hogy a jelenlegi infrastruktúrába ez hogy fog beleilleszkedni, nem látom azokat a terveket. Azt nem látom, hogy haladnánk egy kicsit ezzel a programmal. Én megnéztem a városnak a gazdasági programját, ami 2015-től 2020-ig foglalja össze azokat a dolgokat, amiket teljesíteni kéne. Ez azt jelenti, hogy egy év van belőle hátra. Ennek ellenére ebben a programban 52 olyan elem van, ami teljesült, és 82 olyan, amelyik nem teljesült. Nem is látjuk, hogy mikor fog teljesülni. Ráadásul, ha az évszámokat is megnézzük, akkor kiderül, hogy 2017 óta gyakorlatilag semmi nem épült. Ezt iszonyú szomorúnak tartom. Elképesztő az, hogy a fiatalokra, az idősekre is semmi pénzt nem fordítanak, hogy szeptember 30-án megszűnik Pakson az egyik gyerekorvosi körzet, hogy nem lesz végül bővítve a szociális otthon, mert nem érkezett olyan pályázati ajánlat, ami megfelelt volna, és ezeken nagyon-nagyon szeretnénk változtatni. Pakson élni mert? Pakson nagyon jó élni, azt tudni kell. Nagyon jó a családoknak itt élni, nagyon békés, nagyon nyugodt, rengeteg lehetőség van, de nagyon sokat ennivaló, hogy ez tényleg olyan város legyen, amilyet szeretnénk. Mivel indokolnád, fontos a körzetem, mert ez Paks egyik legszebb része, szerintem, de lehet, hogy nem csak szerintem. Ez egy olyan körzet, ahol a régi és az új találkozik, és gyönyörűséget lehet belőle alkotni, most is nagyon szép, nem csak a kilátásról beszélek, hanem arról is, hogy a régi házak és az újak egységre találnak és együtt élnek. Még dal a kedvenced? Nagyon rákattantam mostanában Paja Beára, aki ilyen világzenét csinál, magyar népzenét kombinál nagyon-nagyon sokféle impulzussal, és szinte minden számát felsorolhatnám, ami legjobban tetszik mostanában, az a Szabadon című. Bőröm, fúj a szél, bizsereg, perezek,
A stúdióban Somodi Solymos Eszter és Paks 1-es számú választókerületének képviselőjelöltjei. Harmadik interjú alanyoma független jelöltként induló Molnár József Péter, aki jelenleg tanárként dolgozik munkanapjain. Melyik a kedvenc paksi helyed, helyszíned? Kettő kedvenc helyszínen van a városban, az egyik a Duna, ahova nagyon sokat járok, és itt nagyon sokat vagyok. A másik pedig szerencsés vagyok, hiszen az otthonom az Öreghegy utca, ahol élek. Nagyon remek kilátásom van a Dunára és a városra. Reggelente és este mindig megcsodálom ezt a gyönyörű panorámát, és ez nagyon sokat erőt ad a mindennapokhoz. Mi volt életed legnagyobb élménye? Az életem legnagyobb élménye Panna lányom születése volt, és hát azóta is egy csoda az életemben. A küzdelem szóról mi jut eszedbe? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek jut előle, belőle elég, kinek több, kinek kevesebb. Én párosítanám a kitartás szóval, talán ez lehet ennek az ellenszere. Ha sport, akkor? Ha sport, akkor nézni mindent szeretek. 14 évig fociztam. Mostanában az úszás, az evezés, a vitorlázás és a hajózás, szóval a vízisportokat űzöm. Hogyan folytatnád, röviden kérdéseim következnek? Atomerőmű mert? Hát atomerőmű mert a térség fejlődésének, munkahelyteremtésének egyik alappillére az atomerőmű. Városfejlesztés mert? Városfejlesztés mert szükség van rá, de csak a paksiakkal és az itt élőkkel együtt gondolkodva. Pakson élni mert? Pakson élni, mert én az én szemszögemből néztem ezt a dolgot. Itt születtem, ide köt a családom, a munkám, az egyesületeim, a Duna, és úgy gondolom, kimondhatom, hogy paksi lokálpatrióta vagyok. Fontos a körzeted, mert? Hát fontos a körzetem, mert itt élek, és szeretnék tenni az itt lakókért. Melyik dal dob fel a legjobban? Melyik a kedvenc? Külföldi előadók közül a Beach Boys Surfing USA, és a magyar előadók közül a Budapest Bar feldolgozásában az Este Fes a Pesti nő című szám. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing LL, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trail, inside, outside USA. Australia, Terrapin, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. Soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Anchor Keys and Swan, inside, outside USA. Pacific Palisades, inside, outside USA. San Onofre and Sun, USA. Választási műsor a Paks FM-en. Ismerd meg a választókerületed jelöltjeit kicsit közelebbről, kicsit személyesebben, kicsit másképp, hiszen a Paks FM összeköt a közélet szereplőivel is. Villámkérdések, villámválaszok. Most pedig a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt színeiben induló Pálmai Klárát kérdezem villámkérdéseimmel, aki jelenleg nyugdíjas pedagógusként tölti mindennapjait. Melyik a kedvenc paksi helyed, helyszíned? Hát először is, ahol lakom.
Nagyon szeretek ott lakni, ez a Bástya Kalap utca sarok, így most elmondom mindenkinek az egyes körzetben. Ezen fölül nagyon szeretem a Szent István tér és környékét, nagyon szeretem a Kressz Parkot is, mert amikor télen nincs szabadtéri sportra időm, akkor a férjem esténként oda szoktunk lemenni, és körözünk a botunkkal, és felfrissülünk, úgyhogy azt is nagyon szeretem. Mi volt életed legnagyobb sikere, legemlékezetesebb pillanata? Hát, talán a legemlékezetesebb pillanatom az volt, amikor az újszülött Peti fiamat a kezembe adták először, és akkor tudtam meg, hogy kisfiú, és akkor nagyon büszke voltam, hogy nekem lett egy kisfiam. A hát nem emlékezetes, hanem a legfontosabb talán az, amikor összeállt az az iskola, amit én annak idején létrehoztam, és megláttam a rengeteg gyereket mögöttem a sorba jönni, és azért ez egy nagyon felemelő dolog volt. Volt még az életemben nagyon sok, de ezekre lehet mondani a leget. Mi jut eszedbe a küzdelem szóról? A Gladiátor film. Amikor összeállnak ott a gladiátorok, és azt mondja a vezérük, most nem jut eszembe neve, hogy bármi jöjjön is ki azon a kapun, ha együtt maradunk, akkor nem lehet bennünket legyőzni. Ha sport, akkor? Nordic walking és kosárlabda. Hogyan folytatnád, röviden kérdéseink következnek, atomerőmű mert? Atomerőmű mert, és most mondom az általános szlogen, de tiszta energia, a városunknak az éltető ereje. A legnagyobb beruházás, ami most történhet a környékünkön, illetve az országban is. A legfontosabb, hiszen nem vagyunk kitéve a nyugat-európai energiaáringadozásoknak. Mi nem tudunk más energiával gondolkodni, vagy más energiával gazdálkodni, hiszen egy balatonyi területet kellene beültetni szélkerékkel, ha szeretnénk, hogy a szélenergiát hasznosítsunk, ha fúj a szél. Napenergia, ha süt a nap. Hát az atomerőm az télen, nyáron, hóba, vízbe mindig működik. Városfejlesztés, mert? Hát a városfejlesztést én elsősorban az utak és a parkírozóknak a fejlesztésében látom. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor lakhatatlan, élhetetlen lesz rövid időn belül a város. Én arra ösztönzöm a társaimat is, meg a polgármester urat is, hogy vásároljunk ingatlanokat, építsünk parkolókat, de valami szépet, ilyen zöld bejárattal, meg választó növényekkel, ne csak ilyen fölsalakozott, vagy nem tudom én milyen idétlen parkolókat alkossunk, hanem valami nagyon szépet a városnak minden területén, mert nem tudunk másképpen, nem tudunk közlekedni. Én nagyon szeretném azt, hogyha ingyenesé tudnánk tenni az autópályát a tengerici fölhajtótól az északi fölhajtóig, és akkor a hatos útnak lecsökkenne jelentősen a forgalma. Ebben az esetben a hatos utat be tudnánk vonni a város vérkeringésébe, és a fő utca egy kicsit mentesülne. Persze újabb feljárókkal kellene ezt megoldani. Következő kérdésem, Pakson élni mert? Hát én itt születtem, Pakson élni. Hát nekem ez a szülővárosom, én itt nagyon szeretek lakni. Pakson lehet választani az iskolák közül, ugye pedagógus vagyok, elsősorban az oktatást tartom nagyon jónak. Van sportélet, úgy gondolom, hogy nagyon jó az ellátás. Nekem nagyon fontos, hogy van jó közbiztonság Pakson. Este 10-kor sem kell félnem az utcán egyedül végigmenni, mert biztos, hogy nem fognak bántani. Hogyan folytatnád? Fontos a körzetem, mert? Hát azért, mert ez a legek körzete. A legnagyobb, a legszebb, és a legtöbb problémát adja, illetve legtöbb feladatot adja egy képviselő számára. Nagy kihívás. Melyik dal dob fel a legjobban? Melyik a kedvenced? Hát ez nem egyetlen dal, olyan jó 41 évvel ezelőtt láttam Orffnak a Carmina Buránáját a Pécsi Balettnek az előadásába. És amikor olyan kedvem van, hogy na, most senkit nem akarok magam körül látni, hallani, hogy lezuhanok, akkor fölteszem ezt a nagyon régi lemezt, és ezt a zenét nagyon élvezem. Persze van még rengeteg, de úgy ez az, ami ugye a szívemhez közel áll.
Paks FM YouTube csatornája.